ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű vérkészítmény álljon a magyar egészségügy rendelkezésére, naponta legalább 1600-1800 főre, vagyis percenként minimum egy véradóra lenne szükség. Az országos vérellátó szolgálat által egy-egy önkéntestől levett 450 ml vérből háromféle vérkészítményt állítanak elő, amelynek felhasználása akár három ember életét is megmentheti. A Magyar Vöröskereszt évente mintegy 10 000 véradó eseményt szervez az OVS-szel közösen. Vármegyénkben is rendszeresek az ilyen lehetőségek, szinte minden héten vannak külső helyszínen megtartott úgynevezett kiszállásos véradások, de ezekkel párhuzamosan a kecskeméti területi vérellátóban is folyamatosan várják az önkénteseket. Jövő héten hétfőn és csütörtökön például reggel 9-től este 6-ig lesznek ilyen alkalmak, annak érdekében, hogy aki szeretne, akár munka után is adhasson vért.